Könnyen azt hihetnénk, hogy a rövid összeállításban látható nőnek öltözött férfiak transzvesztiták. Azonban még véletlenül sem mondjuk ezt rájuk, mert talán ők sértődnének meg a legjobban. Drag queenekről, vagy magyarul nőimitátorokról van szó. A különbség köztük, hogy a transzvesztiták a mindennapokban is nőnek öltöznek, a drag queenek pedig szórakoztatás vagy saját önkifejezésük céljából a fellépéseikre maszkírozzák magukat ellenkező neműnek. A transzvesztiták már jelen vannak Magyarországon. A drag queenek egyelőre még nem nyertek teret. Pedig nyugaton a szexualitás kifejezésének ezen formája már a fősodor teljes értékű részévé vált. Az egykori modell Heidi Klum a német RTL-en az arcát adja egy olyan tehetségkutató műsorhoz, amelyben drag queenek szerepelnek. Azonban nem csak az RTL ült fel a drag queen vonatra, a Netflix sorozatot is gyártott a témában. És azt még nem is említettük, hogy a drag queen lét nyugaton annyira a mainstream része, hogy már a gyerekeket sem kíméli. A képeken az látható, ahogy egy drag queen mesét mesél a kisgyerekeknek, akiket a szüleik vittek el a drag queen matinéra. A drag queenek iránti érzékenyítés már folyamatban van. Sőt, ha már szülők és gyerekek. A nőimitátor közösség arra is gondol, hogyan lehet a legjobban elütni a csemeték nyári szabad idejét. A táboron kívül a drag queen lobby nyomul gyerekeknek szóló könyvekkel, de az érzékenyítésbe beletartozik az is, hogy a lurkóknak még a suliban is találkozniuk kell nőnek öltözött férfiakkal. Do you know what we're doing today? I think they're talking about you. The penguin believes in binary gender roles. A drag queenek gyermekek irányába történő érzékenyítése Magyarországon még elképzelhetetlen. Sok mindenről gondoltuk ugyanezt évekkel ezelőtt, azonban a liberális média értékpusztító tevékenységének köszönhetően az abnormalitás már a hétköznapok része lett. A való világnak hazudott beteg gondolat a hagyományos társadalmi modellt akarja szépen lassan feloldani. Az pedig ugyancsak nem túl pozitív fejlemény, hogy a téma iránti érzékenyítést nem csak a liberális sajtó, hanem némelyik politikus is elkezdte. Ezt kell megakadályozni, és ebben hatalmas szerep hárul a szülőkre, akiknek ellent kell mondaniuk a liberális eszme érzékenyítő kurzusára. Ez a normalitás egyetlen megmaradt záloga.